Ez egy 1937-es, hangos, fekete-fehér magyar mozi, és múlt havi rendezvény nem bemutatott film rendezőinél nem kevésbé nagyobb Balagh Székely István vagy Steven Székely a rendező, forgatókönyvírója a mozinak pedig Zilahi Lajos. Zilahi Lajos kétkötetes azonos című, Két fogoly című könyvéből készült ez a film, és Zilahi ebből írt forgatókönyvet. Sztár parádé. A mozi Bajor Gizivel, Jávor Pállal, Csortos Gyulával. A korszak egy nagyon emlékezetes alkotása. 18-as összeomlás és háborús veszteség idején és azt követő egy-két évben már kifejezetten szomorú filmek születtek. Még a 20-as években is készültek ilyen filmek, ezeknek sajnos nagyon nagy része nem maradt fenn, hiszen a magyar némafilm termésnek a mindegy 600 némafilm készült, mindössze csak 50-ből maradt fönn több-kevesebb teljességgel valamilyen látható, ma is látható változat. A Nyugatban annak idén Söprin Aladár írta könyvről egy recenziót, és azt tudni kell róla, hogy az eredeti könyvverzió az két kötetben jelent meg. Az első kötet a történet első felét, egy szerelmi történetet mutat be, a második kötet pedig egy hadifogságba esett katonának a története, aki mire visszamenne Magyarországra, tulajdonképpen megváltozik körülötte az élet. Elvitték a budafoki borospincékbe ennek a filmnek az eredeti kamera negatívjait is. Azt gondolva, hogy ott biztonságban van, azonban az oroszok felfedezték ezt, és először alkohol után kutattak, de megtalálták a filmeket, el akarták vinni az egészet. Lényeg az, hogy berobbant valami cigarettacsiktől, és az összes film megsemmisült. Amit itt láthatunk, egy nagyon rossz minőségű mozikópia, tehát ezt gyakorlatilag nagyon rossz állapotúra vetítették már a maga korában, a 30-as években, és ennél fogva nem kaphatunk teljes képet arról, hogy ez hogy nézhetett ki eredetileg. Nekem meggyőződésem, hogy vannak olyan részek, amelyek csonkán is maradtak, tehát nem teljesek, talán kicsit hiányos is a film. Ennek ellenére azt mondom, talán Bajor Gizi játéka miatt, és talán amiatt is, hogy itt a Nemzeti Színház akkori játékstílusáról is képet kaphatunk, hiszen Jávor Pál szerepel még a filmben, Rajnai Gábor, tehát ezek mind a Nemzeti Színháznak a legfontosabb kulcsfigurái voltak. Én azt gondolom, hogy egy 8-as számot mindenképpen megérdemel a 10-es skálán. Persze ez az én mércém, és én nagyon szeretem a régi filmeket.